Ma délután egy heves vihar csapott le Karcagra, ez nagyon rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadékkal járt. A katasztrófa védelem művelet irányítására a felhőszakadás követő egy órában körülbelül 70 bejelentés érkezett a rengeteg vízzel kapcsolatosan. A felgyülemlett csapadékvíz teljesen megtelítette a város csapadékvíz elvezető rendszerét, éppen azért a víz nem tudott eltávozni, megállt a lakóházak udvaraiban, kertjeiben, sőt rosszabb esetben még a lakóházakba is betört. A katasztrófa védelemnek ebben az esetben egy másik taktikát kellett alkalmaznia, hiszen még korábban megoldható volt, hogy a kertekből szivattyúzással az elvezető rendszerbe vezetik át a vizet, addig most ez nem volt lehetséges tekintettel arra, hogy szinte a teljes városban állt a víz, így gyakorlatilag a csapadékvizet csak keringtette volna a szivattyú. Éppen ezért a városgondnokság szakembereivel karöltve úgy döntöttünk, hogy a természetes elfolyó rendszeren keresztül fogjuk a vizet kiszivattyúzni, vagyis most nem az ingatlanokból távolítjuk el a vizet, hanem az utcai, illetve a nagyobb kapacitású átereszek, átemelők munkáját idézőjelben segítjük azzal, hogy onnan szivattyúzok tovább a vizet a természetes elfolyók irányába. Úgyhogy a lakosságtól türelmet kérünk, a tűzoltók nem azért nem mennek ki egy címre, mert nincsen esetlegesen jobb dolguk, hanem most a jelen helyzet egy teljesen másik megközelítést kíván tőlük.